Három éve alkot egy párt Annoni, Zita és Gianni, akik most már házaspárként debütálnak a Drágámad az életedben. Kapcsolatuk a Boldogító igen óta egyre erősebb, és hogy mennyire tudnak egymásért küzdeni, az a hét folyamán ki fog derülni. Jó reggelt kívánok! Szia. Jó reggelt! Jó reggelt! Zitának volt egy nagyon jó felvetés, és ezt szeretném továbbítani a TV2 vezetőivel. Nem lehet-e a reggeli műsor valamikor kora délután leadni? Felvenni, igen. Az jó, és másnap leadni, az tök jó egyébként, tényleg. Na, három éve vagytok egy pár, ilyenkor azért már nagyjából kijön az, hogy mi az, amit az ember kevésbé szeret a másikban, mi az, amivel mondjuk még inkább tud azonosulni. Volt olyan dolog, ami mondjuk kiderült nektek a műsorban, ami mondjuk ilyen új információ volt a másikról? Új információ? Uh-huh. Nem mondhatjuk el nagyon a feladatokat még. Hát azt nem is kell, csak hogy ez most rólatok szól igazából. Hát, nyilván persze nagyon sok olyan feladat van ebben a műsorban, amit nem igazán csinálunk otthon, unalmas pillanatainkban. Na hát ez az. De tényleg nagyon nehéz dönteni úgy, hogy nem fordulhatsz hátra, és nem kérdezheted meg a párodat. És tényleg olyan feladatok voltak, amivel annyira szívesen hátrafordultam, hogy te biztos, hogy akarod ezt, neked ez tuti, hogy kell. És amikor ezekre a bizonyos feladatokra néha így kiküldtem, és harcba küldtem, akkor kb. Tényleg majdnem mindig el tudtam volna sírni magam, hogy milyen ügyes, annyira szépen. De lesz itt egy gyerekkel, lesz vége. Igen, vége. Hát az nem kapszula, az nem kapszula. Te vagy a főnök? Hát nem tudom, de úgy gondolom, igen. De a kapszula az nagyon rossz név ennek a játéknak. Az kapszula az ketrec. Ketrec. Alapvetően odnét kijönni, hogy a nő nem érti azt, hogy a férfi mindegyik játékot végig szeretne harcolni, az hihetetlen. Pláne az, hogy kijön bennünk ez a harciasság, ami a férfival szerintem valahogy mindig. Az ősi ösztön, a vadászat, a harc. És kijön. Hát pláne az, amikor a Zolit látta, hogy az egyik pár lesz, azt mondja, jó, akkor jó közegben vagyunk, 1,98 m magas, atléta, 36 éves, végük van. De mikor jött a kuki, akkor azt akkor jó, meg vagyunk. Akkor biztos második, harmadikok, az biztos. Igen. Nem, második. Szóval voltak úgy, hogy igen, megjött a francia barát, azt megmondtam, azt legalább elintézem, mint olasz. De jó volt nagyon. Jó csapat jött össze? Hát nézd végig a társaságot. Én csak azért kérdezem, mert hogy mi, amikor mi voltunk ebben a műsorban, mi azóta összejárunk, tehát folyamatosan egy ilyen barátság. Igen, egy ilyen barátság alakult ki, és tartjuk a kapcsolatot. Hát nem voltak előtte barátok? Hát igen, nem, tehát hogy nem. Most mit csinálják, Istenes stációval vezettem a műsorban, most mit gondoltok? Hát azért a Zolival próbálkoztunk, meg a Kukival, meg a Szandékkal. Én úgy gondolom, hogy a kukival szerintem nehéz összejönni egy olasznak, de azért csomó dolguk van, tudod, nagyon-nagyon. Nem, szerintem a héten biztos, hogy lesz majd pár üzenetváltás. Persze. Tehát amikor majd nézzük vissza a feladatokat, akkor szerintem pár üzenetet fogunk egymásnak küldeni. Na de ami ennél fontosabb, csak hogy egy picit te is, hogy kezdjél ébredni. Van még egy kávét valahol. Egy kávét hozhatunk neked közben, de hogy milyen pasi a Gianni? Tehát, hogy ő ilyen barkácsolós, tényleg ilyen nagyon férfias, amilyennek mutatja magát. Tehát otthon milyen? Vagy így beül a sarokba, kávézgat, igen, laptopozik? Igen, az a típus, hogy beül a sarokba, csendben van, de nem tényleg, csinál tehát semmi. Milyen? Kicsit avass már be részletekbe. A Gianni egy eleve egy kos férfi, tehát egy kos természet, egy olasz pasi, és benne van az igazi ős erő. Tehát nézd meg ezt a kezet. Tehát ez a... Ja, Istenem! Ez semmi se reklámozni, csak a kezedet. De tényleg ilyen iszonyatosan erős, és ilyen harcias pasi, és mindig bizonyítani akar. Tehát ő nem tud, eleve nem az a típusú ember, aki otthonul a fenekén. Tehát ő neki mindig mozogni kell, mindig valamit csinálni kell. Folyamatosan mozgásban van. Öt dolgot kell csinálnia, úgyhogy tényleg talán az egész játékban az volt a legnehezebb, amikor be kellett ülni, és le kellett ülni a fenekére. Tehát az volt kárni, amíg a licitálás volt. Hát igen, mondtam neki, hogy egy kávéval simán ülök, de így úgy, hogy semmi nincs, igen, kezemben. Igen, ugyanilyen vagyok, én sem bírom ezt, ez a semmit tevő. Nem, hát a barkácsolás az egy olyan dolog, amit édesapám emlékeire vesz vissza, amikor így tanítanak a szülők arra, hogy kell karbantartani egy házat. Ezeket a dolgokat tudom csinálni. Nem mindig hasznosítom, mert mással foglalkozok mindig. Igen. Amikor megjön az idő arra, hogy ezt kell megcsinálnom, általában úgy történik, hogy egy sérülése, mert azért... Nem volt még ilyen soha. Nálad mennyi egy izzócsere? Egy izzócsere otthon, ha kiég? Fél másodperc. Na de várjál, de meg is csinálod, tehát kiég, azonnal cseréled? Nem, úgy vagyok, hogy amikor látom, hogy hiányzik, akkor bevásolok egy mennyiséget, elrakom, és akkor tudom, hogy hol van. Nálam a rendszer él, nála káosz. De én átlátom a káosz. Ő átlát a zsenik, rendje a káosz.
így van, tehát nálunk kiég egy izzó, akkor azt mondom, hogy jó, látom, szívem, látom, mindjárt, mindjárt. Kicseréli. Igen, és akkor ez, az nálunk egy hét kb. Egy izzó csere. De megvan. Nem tudom, hogy benned mindig az, vagy az agya mindig az, hogy meg tudom csinálni. Így van. Hagyjuk de ráérek, ezek. Majd megcsinálom. A dolog az, hogy van egy izzó, ami nagyon magasom van, és azt mondta, hogy majd elsétálok ezen a rúdon szépen, mint egy 18 éves kölyök, ahogy rámásztam, és visszajöttem, azt mondta, majd valaki kicserélj, aki bátabb. Körülbelül két hét arra, hogy megvegyek egy hosszabb létrát, és fölmászom. Emlékszem az első karácsonyunkra, amikor föltette tudom, van két oszlop, és ő tette föl a karácsonyi égőket. Igen, és még leültem egy ilyen kis borral a kezem, és néztem, hogy ebből mi lesz, úristen. De felrakta végül. Persze. Hát egy bruttó másfél óra alatt, de fel egyébként. Körülbelül egy üvegnyi. Szóval egy üvegnyi bor másfél óra alatt. Figyeljek csak, hogy ne kelljen végizgulnunk az egész hetet. Nehogy válaszoljatok. Ne kelljen végizgulnunk az egész hetet. Mondjátok meg, ki nyerte a játékot, jó? Hogy a könyv végét nem mondjuk, de azért ne felejtsétek el, hogy nagyon szoros a verseny. Pláne egy taktikázni lehet, pláne az, hogyha véletlenül nem sikerül egy feladat, osztolanak a pontok, illetve ezzel több lehetőség van. Egy dolog biztos, esküvj. Nem adom el könnyen az életem, illetve ezzel lehet, hogy a végéig elmegyek. Azt a mindenit. Nagyon-nagyon kemény, nagyon kemény. Ez nagyon kemény. Köszönjük. Nagyon. Köszönjük.